Egész évben spórol, hogy nyáron el tudjon menni egy-két hetet nyaralni. Mindenkinek jól jönnek a kedvezmények, amit egy-egy üdülésnél igénybe lehet venni. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségek is vannak, amikkel élni lehet, élni kellene. Vendégünk Réti Ágnes, a Nemzeti Üdülési Szolgálat kereskedelmi igazgatója. Szeretettel üdvözlöm. Milyen lehetőségeink vannak, milyen támogatási formák léteznek, és kik a kedvezményezettek? Mindenekelőtt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány támogatási keretének terhére igényelhető üdülési csekkekről szeretnék beszélni. Ezeket inaktív körbe tartozó magyar állampolgárok rendelhetik meg. Kiket értünk ez alatt a réteg alatt? Gyerekeket, nyugdíjasokat, gyesengyeten lévő kismamákat, munkanélkülieket. Különösen szeretném kiemelni a gyerekeket ezen a kategórián belül, hiszen közeledik a vakáció, lassan vége a tanévnek. A gyerekek évente 10 000 forint értékben juthatnak üdülési támogatáshoz a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól. Gyerekek alatt nem csak a kiskorú gyerekeket értjük, hanem 18 éves korukat betöltött továbbtanuló diákokat is. Akkor, ha középiskolai tanulmányokat folytatnak 20 éves korig, szintén jogosultak a támogatásra, egyetemisták pedig abban az esetben, ha a felsőfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, szintén a fenti 10 000 forintos támogatást igényelhetik meg maguk számára. A nyugdíjasok milyen támogatáshoz juthatnak? A nyugdíjasok szintén igényelhetnek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány támogatási keretéből támogatást. A támogatás mértéke a nyugdíjuk összegétől függ. Hogy példát mondjak, 25 000 forint alatti nyugdíjnál 10 000 forint a támogatás mértéke, és ettől fölfelé 5 000 forintonként, ahogy emelkednek a keresett sávok, úgy csökken a támogatás mértéke 1 000 forinttal. A legmagasabb sáv 45 000 forint feletti nyugdíjatnál lép be, ebben az esetben a támogatás mértéke 5 000 forint évenként és fejenként. Mit kell tennie annak, aki igénybe szeretné venni ezeket a támogatásokat? Csupán annyit, hogy befáradt az irodánkban, mely Pécsen a Nagy Lajos Király út 11-ben található, meg a 4. emeleten ez a szakszervezetek háza, és ahhoz, hogy ha nyugdíjasokról beszélünk, a támogatást igénybe tudják venni, szükséges magukkal hozni az utolsó havi nyugdíjszelvényüket, továbbá az adókártyájukat. Diákoknál, amennyiben kiskorú gyermekekről van szó, a szülők igényelhetnek üdülési támogatást a gyermek számára. Nagykorú diákoknál, tehát egyetemistáknál például, adószám felmutatás ellenében folyosítható a támogatás magának a diáknak. Bármilyen üdülésre felhasználható ez a támogatás? Gyakorlatilag igen, annyit kell tudni a üdülési csekkrendszerről, hogy a csekkek egy évig érvényesek a kibocsátás dátumától számítva, tehát azok a csekkek, amelyeket most fognak átvenni az igénylők, 2000 május közepéig lesznek várhatóan érvényesek, és ezen az egy éven belül bármilyen időtartamra az ország bármely részén, bármilyen belföldi szállásszolgáltatónál felhasználhatók a csekkek. A szállásszolgáltatókat ebből az üdülési csekkévkönyvből választhatják ki a csekktulajdonosok. Ez körülbelül 730 lehetőséget jelent Magyarországon. Nem csak moteleket, kempingeket tartalmaz a könyv, hanem utazási irodákat is. Körülbelül egy éve működik ez a rendszer. Amikor beindult, sokat hallottunk arról, hogy nem igazán váltotta be hozzáfűzött reményeket. Ön hogy értékeli az elmúlt évet ebből a szempontból? Ahhoz mérten, hogy ez egy induló év volt a Nemzeti Üdülési Szolgálat számára, én úgy gondolom, hogy ez egy induló vállalatnál sikeres évnek számítható, hiszen 1,6 milliárd forintos forgalmat bonyolítottunk le. A csekkek értékén felül viszont statisztikáink alapján mintegy 1 milliárd forint értékben költöttek a csekktulajdonosok a üdülőhelyeken, tehát nagyon jelentős mértékű a forgalomnövelés a belföldi szállásszolgáltatók esetében. Beszéltünk gyerekekről, diákokról, nyugdíjasokról, az aktív dolgozók milyen támogatásokhoz juthatnak? Aktív dolgozók is kaphatnak üdülési csekket, abban az esetben, ha a cég, ahol dolgoznak, úgy dönt, hogy a dolgozók számára vásárol üdülési csekket. Természetesen a cégeknek arra is lehetőségük van, és itt intézményeket is értek, nem csak vállalatokat ez alatt a kategória alatt, tehát például önkormányzati intézményeket, vagy költségvetési intézményeket is, amennyiben erre keretük van. Tehát a cégek úgy is dönthetnek, hogy nem kifejezetten csak a saját dolgozói számára vásárolnak csekket, hanem például a dolgozók hozzátartozói családtagjai számára, vagy bármely más magánszemély számára, hiszen az SZIA törvény, amely a csekkekről rendelkezik, azt mondja ki, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk értékének fele maximum évente fejenként 10 000 forint mentes a személyi jövedelemadó, valamint a
nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetése alól, és ez a csekk kifizető helyek által bármely magánszemély számára adható. A vállalatok tehát az SZIA törvény alapján messze menően érdekeltek abban, hogy a dolgozók számára üdülési csekket vásároljanak. Az elmúlt időszakban a cégek, intézmények mely része élt ezzel? Sokan? Nagyon sokan. Nagyon örülünk az első negyed év tapasztalatainak, hiszen március végéig a tavalyi számokhoz viszonyítva 250%-kal nagyobb a cégek számára eladott üdülési csekkek értéke, tehát úgy tűnik, hogy nagyon jelentős az élénkülés a vállalati körben. Mi a helyzet az egyéni vállalkozókkal? Az egyéni vállalkozók eset egy eléggé speciális eset sajnos, hiszen az egyéni vállalkozók többsége saját maga munkáltatója és alkalmazottja is egyben, ezért ők saját maguk számára üdülési csekket nem igényelhetnek. Viszont miután a törvény azt mondja, hogy bármely kifizetőhely bármely magánszemély számára igényelt üdülési csekket, az egyéni vállalkozók bármely magánszemély számára, kivéve saját magukat, igényelhetnek üdülési csekket. Tehát hozzátartozók számára, üzleti partnerek számára ők döntik el, hogy ki az, akinek a számára a csekket szeretnének vásárolni. Ez milyen költséget jelent a vállalkozásnak? Minden vállalkozás számára az adószabályból következően ugyanazok a költségek merülnek fel, hogy konkrét példát mondjak, ha például azt veszem figyelembe, hogy egy vállalat 20 ezer forint nettó bért szeretne a dolgozója kezében látni, akkor ezt nyilván fel kell bruttósítani, és e fölött még kalkulálni kell a vállalatokat terhelő költségeket, ami a TB járulékot jelenti, és a munkadó járulékot, valamint a szakképzési hozzájárulást, ez a bér esete. Tehát a nettó 20 ezer forint az egy vállalat esetében kb. 47 ezer forint összeget testesít meg. Ha üdülési csekket vásárol egy vállalat dolgozója számára, és ugyanben a nettó 20 ezer forintban kalkulálunk, akkor a üdülési csekkjuttatás a dolgozónak mentes a személyi jövedelemadó, valamint a nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetése alól. A természetben jutatásként tehát teljes mértékben mindenféle járulék alól mentes. A vállalatnál viszont a szabály, amit az előbb említettem, alapján mi szerint a csekk értékének a fele, maximum 10 ezer forint az, ami adó- és járulékmentes. A vállalatnak két lehetősége kínálkozik ezután. Az egyik lehetőség az, hogy a csekk értékének a másik felét, amely már nem mentes a vonatkozó adók és járulékok alól, bekéri attól, akinek a számára a csekket ajándékozni szeretné. Ebben az esetben, miután a csekk egyik fele az mentes az adók és járulékok alól, ebben az esetben gyakorlatilag a vállalat számára a többletköltség nem jelenik meg. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kéri be a megajándékozottól a csekk értékének a másik felét önrészként, hanem ennek a vonatkozó terheit ő állja, akkor a természetbeni jutatásokra vonatkozó adószabályok szerint kell adóznia ezután a rész után. Még egyszer az iroda címe Pécset, hova lehet fordulni? Nagy Lajos Király út 11. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.